Jó estét kívánok! A járási panorámát látják benne a Felső-sziget köz és a Mosoni-sík híreit. A nyári szünetben rengeteg tábor közül választhatnak a szülők, hogy hová küldjék gyermekeiket. Az elmúlt bő egy hónapban több helyen is jártunk, most következzék egy Csokkola térség nyári táboraiból. 12 éve táboroztat gyermekeket a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Moson-Magyaróváron az önkormányzat támogatásával. Az egyhetes elfoglaltsággal a szülőket segítik, hogy munkaidejük alatt is biztos helyen tudhassák gyermeküket. Szeretnénk, hogyha végre valahára visszaállíthatnák a városban a nyári napközit, mert sok szülő egyre inkább nem tudja megfizetni a 7 héten keresztül zajló programokat, a tábort, és bizony a szülőknek csak 2-3 hét nyári szabadságuk van, viszont ez, ha egy gyermek vagy két gyermek ebben a táborban kap elhelyezést, az már tetemes összeg némely szülőknek. Azonban nem csak rászoruló gyermekeknek van meghirdetve a program, 5 napos turnusokban zajlik a bejárós tábor a nyár minden hetén. Vannak gyermekek, akik több alkalommal is visszatérnek a Flash központba. Múlt héten is voltam, és nagyon sok barátom lett, és minden sokféle helyre elmentünk, és nagyon jól éreztem magamat, meg nagyon jók voltak a tanárnénik, meg mindent csináltunk. A keretprogram minden héten ugyanaz, a témák és a táborvezetők azonban változnak. A mi hetünk az egy indián tábor, a mai nap megismerkedünk a könyvtárban egy kis kutató munkával az indián törzsekről, ez szerint csapatokat alakítunk, és ekkor építjük a hetünket, ami azt jelenti, hogy készítünk indián ruhát, fejdíszt, álomfogót, karkötőt csomózunk, és szeretnénk a gyerekekkel, majd amikor teljes harci díszbe vannak, az itatón egy sárkányhajózást. Amíg a csapat egy része a könyvtárban végzi a kutató munkát, addig a többiek sorukra várva a teremben játékkal töltik el az időt. Aki elneveti magát, az átáll a körte csapatba, és nevetteni válik, jó? Hetente 40 gyermek vehet részt a foglalkozásokon, akinek felkeltette érdeklődését a tábor, a gyermekjóléti szolgálatnál még jelentkezhet a további turnusokra. Még néhány falat az alkotás előtt, a 10 órai után pedig számos foglalkozás várja a Fehérló közösségi ház táborozóit. A bőrözés, a fafaragás, az üvegfestés, a tünemezelés, a papírhajtogatás az, ami újdonság vagy szerepel a tábor programjában, és vannak dolgok, amiket mindig csinálhatnak, tehát a gyöngyfűzést, ennek többféle dolgát, a gyöngyszövést, a színezést, meg hát nagyon szeretnek festeni a gyerekek, úgyhogy festünk is mindig valamit, és ez pedig a szabad idejükbe leköti őket. A gyermekek pedig izgatottan várják reggelente, milyen alkotói munka vár rájuk aznap. Szeretek bütykölni, és a kreativitásom is jó, mondták már, és otthon is sokat szoktam bütykölni, ezért vállalkoztam erre a táborra is. Sőt, Máté nem egyedül, hanem kistestvére társaságában jelentkezett a kézműves foglalkozásokra. Nagyon jól érzem itt magam, és legfőként a repülőhajtogatás érdekel, meg a ilyen repülő dolgok, de minden tetszik nekem. A Fehérló közösségi ház kézműves táborába az egész járásból voltak jelentkezők. Nagyon jól érzem magam, mert otthon is szeretek ilyesmiket csinálni, és azért jöttem ide, és csináltunk karkötőt, diákigazolványtartót, ilyesmiket. Az egyik legnépszerűbb feladat a bőrből készült diákigazolványtartó elkészítése volt. Vágtunk ki labból egy mintát, és azt egy kemény papírból kivágtuk, 3-szor, és összeragasztottuk, és azt ráragasztottuk a papírcsikra, és arra ragasztóval ráragasztottuk a bőrcsíkot, és azt majd egy ilyen bőrszállal fogjuk összevarni. És közötte lesz egy ilyen műanyaglap, és abba lehet betenni a diákigazolványt. A közösségi ház a nyár minden hetére más-más programmal készül a gyermekeknek. Úgy látjuk, hogy egyre több jelentkező van, tehát igény is van a város részéről, a szülők részéről, hogy különböző foglalkozásra beírassák a gyerekeket. Tehát ezek között van olyan, ami egész napos, van olyan, ami félnapos, kisebbeknek, nagyobbaknak.
van olyan, amiben több mozgás van, van amelyikben kevesebb, úgyhogy mindenki megtalálja azt a táboros formát, amiben ő kikapcsolódhat. A gyermekek a közösségben élést és a csapatmunkát is elsajátíthatják, hiszen többnyire együtt alkotnak. Az óvodásokat az iskolára is felkészíti a tábor, emellett pedig hasznosan új dolgokat tanulva töltik el a nyári szünidőt. Ez gyakorlatilag olyan, mint a nagyító, csak annál sokkal erőteljesebb, sokkal nagyobban nagyít, és ami fontos, látjátok, kettő szemlencse van, ez azt jelenti, hogy ez sztereó. A mikroszkóp működésével ismerkednek a gyermekek a Futurában. A Természettudományi Interaktív Élményközpontban 8 héten át fogadják a diákokat a szünidő alatt. Reggel 8-kor gyülekező a Futurában, az előtérben. Ezek után, ha már összegyűlt az összes gyerek, akkor egy reggeli torna következik minden esetben. Ez körülbelül fél órás, és általában kint tartjuk, mint ahogy a legtöbb programot megpróbáltuk kivinni az épületből. Ezek után egy reggeli következik, és ezek után a szakmai programokkal folytatódik a dolog, főként játékos formában, de közben sok mindent megtudhatnak az adott őselemről is a gyerekek. A napközis rendszerben működő tábor elsősorban a 4 őselemmel ismerteti meg a gyermekeket úgy, hogy közben sok érdekességet nyújt. Én például összeválogattam olyan kísérleteket a vízzel kapcsolatban, amiket akár otthon is el tudnak végezni, és be tudják mutatni a szüleiknek. Ezeknek elég nagy sikere van. Utána egy kicsit játékosabb rész következik, illetve délutánra mindig beállítunk egy növénytani kísérletet. A gyerekek 4 napot a Futurában töltenek, az utolsó nap kirándulással lepik meg őket. Az 5. nap az már kint a természeté, ilyenkor közeli Duna ágakat járjuk körbe, illetve az azt tövező galéria erdőket, és gyűjtünk, ami elénk kerül, apróbb élőlényeket, amelyeket aztán behozunk, és itt a délután folyamán mikroszkóppal megvizsgáljuk őket, majd szabadon engedjük. Úgyhogy az utolsó nap, a pénteki nap az egy ilyen ismerkedés a természettel. Van, aki most van először a Futurában, de akad olyan is, aki már tavaly is részt vett a táborban. Az itt szerzett élmények pedig magukért beszélnek. Hát amikor kimegyünk az udvarra, akkor szoktunk focizni, meg szoktunk néha kocsulni, meg nincs annyi szabad időnk, mindig van valami foglalkozás. Minden szinten, majdnem minden játékot kipróbáltunk. Kísérleteztünk, voltunk mindegyik szinten, filmeket néztünk, voltunk a planetáriumban. Hát a legelső nap volt a víz szintjén, hogy egy ilyen pohárba tettünk vizet, és akkor, hogy miért nem lehet, ha teletöltjük, és ha egy vödör vízbe beletesszük, és felhúzzuk, akkor miért nem esik ki belőle a víz? És miért nem? Mert nem jut bele a levegő. A táborozó gyerekek szülei tehát nyugodtak lehetnek, csemeteik jó helyen vannak, tanulnak is, és láthatóan jól érzik magukat. Ezen a héten közel 100 móra iskolás látogatott el a közkedvelt Dunaszigeti gyermektáborba. A Mosonmagyaróvári intézmény 20 éve táboroztatja diákjait ezekben a faházakban. Az első napon egy csomó szabadidő volt, gólyalábaztunk, pingpongoztunk, megjátszottunk. Programból a hét többi napján sincs hiány, az úgynevezett vezérház falára vannak kifüggesztve, hogy milyen lehetőség közül választhatnak aznapra a gyermekek. Szeretek kézműveskedni, meg jól érzem meg, amit a táborban, már egy napot itt aludtam, és most vagyok itt először. A táborvezetők elsődleges célja, hogy közösséget hozzanak létre, amelyhez a diákok is szívesen tartoznak, így hasznosan együtt töltik el a szabadidejüket. Tábortűzre dalokat tanulunk, különféle vetélkedőkön vesznek részt, saját maguk állítanak össze, vagy velünk, a segítségünkkel különféle versenyeket, művészeti programokat, és ezeket megmutathatják egymásnak, és hát ez az örömszerzés egyik legfőbb feladata. A fiatalok szerint a tábor remek alkalom új barátságok kötésére. Ugye az iskolában évfolyamtársakat ismerjük meg, az osztálytársakat, de hogy itt a kisebbeket is ugye jobban meg lehet ismerni, meg úgy akárkit, aki így eljön, meg hát ide végül is barátok jönnek, és meg új barátokat is lehet szerezni, és mégis az iskolából ismered meg.
Személyiségük mellett a kézügyességük is fejlődik. Számos kézműves foglalkozás segíti a gyermekeket ebben. Készíthetnek ékszereket, kitűzőket vagy akár gyertyákat. És persze a fiúk is találnak maguknak szórakozási lehetőséget. Feliratkoztunk most focira, labdarúgó bajnokság lesz majd, és az ma délután lesz, meg majd holnap este lesz diszkó is. A Dunaszigeti Gyermektábor egy hétig ad otthont a Móra iskolának. A következő héten már más intézmény ifjai veszik birtokba a faházakat. A városi táborok mellett szabadidőszak függvényében az IMGS más településekről érdeklődőknek is kiadják a tábort, ezzel növelve a kihasználtságát. Még a fecskék is rácsodálkoznak a gyerekekre a Moson-Szolnoki lovasterápiás központ táborában, akik viháncoló kölykökből felelős lóápolókká váltak a héten. Gondozzák barátaikat, és maguk is sokat tanulnak tőlük, róluk. Ki az, aki János Somorja előtt? Tegye fel a kezét. A népes tábor zöme bizony János Somorjai. A hét eredményeit meg is mutatták pénteken a gyerekek szüleiknek, barátaiknak. A zene nyelvére fordították a lovak járását a galoptól a vágtáig. Festettek, rajzoltak róluk, tornáztak, és persze rengeteget lovagoltak. A Moson-Szolnoki Daniló Terápiás Lovas Egyesület egész éven át foglalkozik a különböző nehézségekkel küzdő gyerekekkel. A táborban azonban jóval intenzívebb a munka és az eredmény is. Hosszabb idő, többet lovaglunk, mert ugye itt vagyunk egy napig, és abban másabb. Azért is szerettük volna ezeket a táborokat így megszervezni, mert ilyenkor igaz, hogy sűrű, tehát egy kicsit el is fáradnak a végére, viszont hát sokkal nagyobb adagban kapják meg ugyanazt az információt, és mivel minden nap egymásra épül, ezért a végére, utána, és hát egy évközben, mivel a gyerekek egyébként is járnak, mindig vissza tudunk utalni, hogy emlékeztek arra, amikor a táborban, nem tudom, az egyik kisgyerek azt gondolta magáról, hogy ő most már odafigyel, pedig nem is figyelt oda, mert szaladgált az asztal körül, vagy emlékeztek arra, amikor, hogyha megrágcsáltuk a lótakarmányokat, utána mindenki milyen jól érezte magát, és hogy milyen jól tudtunk utána közösen együtt, nem tudom, rajzolni, akkor erre megint vissza lehet utalni. Két hete szülőjüket elvesztett, családi problémás diákok jártak itt. Most olyanok, akik figyelmi gondokkal küzdenek, visszahúzódóak vagy túlélénkek. A ló ugyanis támpontot ad a helyes viselkedésről, nyugtat vagy ha kell, lelkesít. Igazából nincs olyan, amitől félni kell. Én egyiktől sem félek. És legelőször sem féltél? Egy kicsit. Saját viselkedésüket is értékelhették a gyerekek, és reakciókat kaptak önmagukról. A tábor végére már maguk is tudják kezelni félénkségüket, túlzott aktivitásukat. Valakinek pedig a mozgásban nyújtott nagy segítséget a lóval közös élmény. A lovas torna, és az, hogy egyre ügyesebbek legyünk, fejlődjünk, hogy a mozgásunkba segítsen. És te érzed, hogy fejlődsz? Néha. Miket érzel, vagy mi az, amit te magad is látsz? Hogy testnevelés órán is valamit könnyebben meg tudok csinálni, mint ezelőtt. Idén nyáron a MOL gyermekgyógyító programja nyújtott nélkülözhetetlen segítséget, hogy 20 gyermek gyógyulhasson, fejlődhessen. De komoly szakembergárda is segíti őket, lovas és művészet terapeuták, pszichológusok, zenészek dolgoznak együtt a gyerekekkel, akik ősszel ismét nyerekbe pattanhatnak itt. A Kisbodaki Duna vízén eveznek a fiók ifjai, a kiemelkedő tagokat ismét elvitte táborozni a klub. Olyan gyerekeket hoztunk, akik máskülönben nem tudnának elmenni táborozni, és mindenképpen örülnek neki, hogy egy pici nyaralást ők is kaphatnak. Jelenleg sátrakban lakunk, de mindenki nagyon élvezi a kempingezést. A rászoruló gyermekek táboroztatásához több civil szervezet is hozzájárult. A szövetségünknek egy kampányával, aminek az a neve, hogy Együtt a vízem, gyakorlatilag évelei óta különböző diákcsoportoknak adományozunk vizitúrákat. És ennek az a lényege, hogy felajánlásokból, az alapítványnak a anyagi támogatásával, illetve hát egyéb segítségekkel diákok ingyen tudjanak vizitúrázni. A gyermekek pedig nagyon élvezték a közös evezést. Nagyon jól érzem magam, és szerintem azért jó ez a tábor, mert tele van izgalmas dolgokkal. Most jöttünk az evezésből, focizunk, labdázunk, hát kézműveskedni is fogunk. A táborvezetők és a tapasztalatok szerint nagyon jó hatással van a fiatalokra a fiók tábor. Kint vagyunk a szabadban, nem a számítógép előtt tudunk, nincs is rá lehetőség, hogy most az internet előtt játszanak, vagy bármit csináljanak.
mozgunk, sportolunk, együtt vagyunk, meg lehet azt tapasztalni, hogy milyen sátorban aludni, és tényleg az, hogy kimozdulhatunk egy picit otthonról, illetve ők kimozdulhatnak otthonról. A tervek szerint a fiók jövőre ismét szervez tábort a fiataljainak. Áder János köztársasági elnök október 12-ére tűzte ki az önkormányzati választásokat. Az általános tudnivalókat Fehérné Bodó Marian jegyző ismerteti. Hamarosan minden szavazó állampolgár megkapja értesítését a 2014. október 12-i önkormányzati választásról. 2014. október 12-én a Moson-Magyaróvári választópolgárok arról döntenek, hogy Moson-Magyaróváron ki legyen a polgármester, illetve a 10 választókerület választókerületi képviselője, illetve Moson-Magyaróváron, mivel vegyes választási rendszer van, ezért 4 listáról bekerült képviselőre is, képviselő is bejut a képviselőtestületbe. A Nemzeti Választási Iroda augusztus 25-éig postázza az értesítő dokumentumot, akinek azonban nem érkezik meg valamilyen okból, a helyi választási irodánál kell jeleznie. Hívta fel a figyelmet Fehérné Bodó Marian jegyző. Ajánlásokat pedig onnantól kezdve egészen szeptember 8-áig lehet gyűjteni. A jelölőszervek a helyi választási irodától igényelhetik az ajánláshoz szükséges papírokat. Az ajánló ívek hasonlítanak az országgyűlési képviselőválasztás sok alkalmával kiállított ajánlóívekhez. Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmet mind az ajánlásgyűjtők, mind pedig az ajánlást adók számára, hogy a személyigazolványuk, lakcímkártyájuk adatait pontosan szíveskedjenek feltüntetni. Máskülönben nem érvényes az ajánlás. A polgármester jelölt ajánlásához Moson-Magyaróvár városban minimum 300 választópolgár ajánlása szükséges. A képviselő jelöltek ajánlásához figyelembe kell venni a választókerületek lakosságszámát, választópolgárainak számát. Ezt egy hirdetményben tesszük közzé a város honlapján, választás 2014 link alatt minden adat és információ letölthető, folyamatosan frissítjük. A képviselő jelöltek ajánlásához az adott választók körzetben élő választópolgárok 1%-a szükséges. Ez nagyjából 60-70 főt jelent. Október 12-én szavazhat minden magyar állampolgár, aki magyar lakcímmel rendelkezik. Voksolhatnak továbbá az uniós tagállamok azon állampolgárai, akiknek szintén magyarországi az állandó lakcíme. A nemzetiségi névjegyzékbe való jelentkezés határideje szeptember 26-a 16 óra. Az önkormányzati választásoknál is lehetőség van átjelentkezéssel szavazni. Október 10-éig, ugye pénteken 16 óráig lehet az átjelentkezési kérelmeket a helyi választási irodához benyújtani, a szavazatszámláló bizottsághoz pedig majd a választás napján lehetséges. Október 12-én, vasárnap tehát, ismét a szavazó urna elé állhatnak a választópolgárok. A szavazással kapcsolatos további információkat, határidőket, szükséges kérelmeket megtalálják a város honlapján. Moson-Magyaróváron 10 körzetet alakítottak ki. Itt indulnak az egyéni képviselőjelöltek. A jobb oldalon a mérsékelt erők összefogtak. Polgármester jelöltjük Árvai István. Jó magam polgármester jelöltként indulok a választáson. Igazából ez annak a fajta együttműködésnek az eredménye, amit én korábban is már szorgalmaztam. 2002-ben egyszer már polgármester jelöltként megméretőztem, akkor is az volt az elvem és az volt a meglátásom, hogy Moson-Magyaróváron össze kell fogni az úgynevezett jobb-közép erőket. 2014-re ez megvalósult, széleskörű összefogással indul ugyanis az október 12-i önkormányzati választáson a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Moson-Magyaróvári szervezete, együttműködve a Keresztény Demokrata Néppárttal, a Nemzeti Fórummal, a Moson-Magyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesülettel, valamint a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesületével. Egy olyan ütőképes csapatot tudunk a város nyilvánossága elé tárni, akár egyenként, akár összességében is, ami meggyőzheti a választópolgárokat arról, hogy ezt a békés építkezést, ami itt Moson-Magyaróváron szemmel látható, engedjék meg, hogy én ezt tényként állítsam, folytatásra kerül, sőt,
egy-két grandiózus tervvel kiegészítve, azt gondolom minden városlakónak az igényeit kielégítheti. Több nagyobb fejlesztés is tervben van a szövetség részéről, a városi sportcsarnok építése, valamint a geotermikus beruházás mellett. Ott tartunk, hogy körülbelül minden közintézményünk kívülről meg fog újulni. Keopos pályázatok, tehát energiatakarékossági pályázatok kapcsán. Tehát a következő ciklus feladata nyilvánvalóan az kellene, hogy ezek belülről is megtörténjenek ezek a megújítások. Nagyon régiek a belső felszerelések, 70-es években újították fel talán utoljára a vizes blokkokat. Tehát magyarán azt szeretnénk, hogy mire ez a ciklus leköszön, itt minden oktatási, nevelési, szociális intézményünk átessen egy olyan fajta megújuláson, ami tényleg kiszolgálja a legmagasabb igényeket is. Emellett a városi utak rekonstrukcióját is folytatják a későbbiekben. A sajtótájékoztatón Árvai István ismertette a 10 választókerület képviselőjelöltjeit. Az egyes körzetben továbbra is Kesseiné Siklós és Zsuzsanna a Fidesz képviselőjeként szerepel a listán. A kettes számú kerületben a Moson-Magyaróvári polgári kerekasztal indít jelöltet Szabó Miklós képviselő személyében. Szintén a kerekasztal tagszervezetet képviseli az őszi választásokon Németh Sándor a hármas körzetben. A Keresztény Demokrata Néppárt jelöltje Iváncsics János alpolgármester a négyes választókerületben. Stár Katalin továbbra is az ötös körzetet képviseli a Fidesz jelöltjeként. Nyitrai József pedig a hatos számú kerület jelöltjeként indul a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesületének tagjaként. A hetes választókerületben Muráncsik László képviselőt indítja a Nemzeti Fórum. A 8-as számú körzetben eddig Árvai István volt a képviselő, így egyelőre még nem született döntés arról, hogy kit indítanak jelöltként. Frauhammer Csaba a KDNP-t képviselve a 9. választókerület jelöltje, a 10. körzetben pedig a Fidesz jelölte Kránic Lászlót a képviselői posztra. A sajtótájékoztatón a tagszervezetek képviselői elmondták, elkötelezetten, egymást elfogadva és támogatva, a város érdekeit képviselve készülnek az október 12-i önkormányzati választásokra. Ebben az időszakban kezd el virágozni a parlagfű. Az ingatlan tulajdonosoknak mind a belterületen, mind a külterületen kötelességük, hogy írtsák ezt a gyomnövényt. Térségünk nem mondható különösebben fertőzött területnek a szakemberek szerint. Nyáron intenzív növekedésnek indul a parlagfű, porzós virágai július közepén jelennek meg, a termős virágok pedig nagyjából augusztus elején. Július 1-től azonban már felelősségre vonhatók az ingatlan tulajdonosok a területükön lévő gyomokért. Németh Andrea a környezetvédelmi ügyintéző hangsúlyozta, leginkább a még beépítetlen ingatlanoknál szokott gond lenni. Amennyiben az ingatlan tulajdonos nem tesz eleget parlagfű elleni védekezésnek, tehát ez azt jelenti, hogy virágbimbó, illetve már akár a pollentermelés is látható a területen, akkor a jegyző határozatban elrendeli, kötelezi a védekezésnek a végrehajtására. Legtöbb esetben ugye ez kaszálást jelent, esetleg vegyszeres gyomírtás is lehet. Amennyiben nem tesz eleget a földhasználó, illetve ingatlan tulajdonos ellen kötelezettségének, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. Amelynek költségeit az ingatlan tulajdonos állja, a jegyző feladatkörébe csak a belterületi ingatlanok tartoznak, tette hozzá a környezetvédelmi ügyintéző, ám lakott területen kívül is megtalálható az allergiát okozó növény. Azt azonban a megyei kormányhivatal felügyeli. Moson-Magyaróváron szerencsére a többség betartja a kötelező szabályokat. Az a tapasztalat, hogy akik kapnak felszólítás, hogy rendezzék ingatlanukat, eddig elmulasztották, megcsinálják, és hát sokan sajnos még keverik a parlagfüvet is más gyomnövényekkel, illetve ha látnak egy gyomos gondozatlan területet, akkor rögtön feltételezik, hogy parlagfű van, de azért ez nem minden esetben van így. Nyilván helyszíni szemlére kimegyünk, ha jön egy bejelentés. A mulasztásért pénzbírság is jár. A kiszabott összeg 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. A pénztárcánk mellett az egészségünket sem kíméli a parlagfű, virágzata ugyanis allergiás tüneteket okozhat. Szijjártó László úgy fogalmazott, az ember tehetetlen ellene, hiszen a virágport a szél eljuttatja mindenhova. A tünetek azok általában vagy színalátás és szem kötőhártyagyulladásos tünetek, tehát tüszögés, orrfolyás, ordugulás jelentkezhet viszonylag hirtelen, és aztán gyorsan javul, hogyha a
virágporkoncentráció csökken, vagy alsó légúti panaszokat is okozhat, köhögés, aszmás jellegű fulladás, sipoló, nehéz légzés. Van, akinek gyógyszeres kezelés szükséges, de vannak, akiknél egy idő után magától elmúlik az allergia. A parlagfű idején azonban kerülni kell a szabadtéri programokat, kirándulásokat, az ingatlanosoknak pedig betartani a rájuk vonatkozó írtással kapcsolatos szabályokat. Főként a nyugdíjasokat invitálják az üzleten kívüli értékesítésekre. A legjellemzőbb az úgynevezett termékbemutató. Sokan úgy érzik, ha már elmentek, akkor mindenképpen kell vásárolniuk is valamit. Holott erre senki sem kötelezheti őket. Sőt, az elállási jogról sem mondhatnak le. Ráadásul változott a jogszabály is, már nem 8, hanem 14 napunk van eldönteni a termék átvételétől, vagy a szolgáltatás igénybevételétől, hogy éljünk az elállási joggal. Érdemes azonban jó alaposan végig gondolni, szükségünk van-e egyáltalán arra a termékre, amelyet gyakran nem csak szép szóval, hanem némi erőszakkal akarnak ránk beszélni. Szeretnék-e rezsit kevesebbet fizetni? Mondtam, természetes, ki nem szeretne. És mondták, hogy 4-e jönnek óvára, akkor ott jelenjek meg. Mondtam, akkor részemről nem, mert nem mondta meg a reklámozó cég, vagy ez a tulajdonos volt a nevét. Azt annyit mondott, hogy budapesti. És mondtam, akkor köszönöm, nem kérem, és annak ellenére megkaptam a levelet. Gyakoriak tehát a telefonok, amelyek termékbemutatóra, egészségszűrésre hívják, főként a nyugdíjasokat. Nem árt azonban óvatosnak lenni. Ha részt is veszünk ilyen eseményen, akkor sem kötelező a vásárlás. Pszichikailag hatnak az emberekre, hogy szerintem tanítják nekik ezt a módszert, mert annyira belénk szugerálják szinte azt, hogy neked ezt meg kell venni, mert az egészséged ellen teszel, nem gondolsz a gyerekedre, nem gondolsz az unokádra, és szinte lelkiismeret furdalása van az embernek, ha elmegy úgy, hogy nem vásárol semmit. Egymás közti beszélgetésekben is felvetődik a téma. Mások okulására, akár saját keserű tapasztalatunkat is érdemes megosztani. Tanultunk mi is belőle, tehát nem csak ő okult belőle, hanem a többiek is, és nincsen szándékunkba vásáron. És nagyon szomorú, hogy azt használják ki, hogy az ember a gyerekéért, vagy az unokájáért sok mindent megtenne, még a saját egészségét is inkább megpróbálja javítani, mondván, hogy így segít a gyereknek, vagy az unokának. Ez nagyon rossz és ronda dolog a részükről. Nagyon gyakoriak a fogyasztóvédelemhez érkező panaszok azoktól, akik a termékbemutatón való részvétellel kapcsolatban tárják fel, hogy milyen sérelem érte őket. Ez valóban elsődlegesen a nyugdíjas korosztályt érinti. Nagyon gyakori, hogy egészségfelméréssel csábítják termékbemutatóra végül őket, de ugye a vásárlás lesz a vége. Nem kell azonban mindig vásárolni, még akkor sem, ha nagyon ragaszkodnák hozzá vendéglátóink. A fogyasztóvédelem igazgatója hangsúlyozta, minden egyes üzleten kívüli vásárláskor van elállási jog. Erről nem tud lemondani a vásárló még akkor sem, ha a cég ezt aláíratja vele. Ráadásul nyáron változott a vonatkozó kormányrendelet, már nem 8, hanem 14 nap az elállási idő, amit a termék átvételétől vagy a szolgáltatás igénybevételétől kell számítani. Nagyon gondoljuk meg, ha elmegyünk egy termékbemutatóra, vagy egy üzleten kívüli értékesítésben veszünk részt, mert ide tartozik például az internetes kereskedelem is, hogy ebben részt veszünk-e. Át kell gondolni, mert amikor a szerződést megkötjük, vagy aláírjuk, sokkal nehezebb utána az érdekeinket érvényesíteni. Számos esetben tapasztaljuk azt, hogy pár tízezer forintos termék több százezer forintért kerül kerül a birtokunkba, úgyhogy én mindenképpen elsődlegesen azt mondanám, hogy gondoljuk végig, hogy szükségünk van a termékre, és árérték aránya az tényleg megfelelő-e. A szervezők, értékesítők gyakran elmulasztják a részletes tájékoztatást. Az elállási jogunkról is tájékoztatni kell bennünket, amikor ilyen vásárlásban veszünk részt, mert hogyha ez elmarad, és igazolható módon, bizonyítható módon elmarad, akkor az elállási határidő meghosszabbodik 12 hónappal. Mindent alaposan meg kell fontolni. Az is előfordul, hogy üzleten kívüli értékesítésnek tűnik, pedig az egy bejelentett telephely. Ez mindenkit megillet, aki ilyen szerződést köt. Tehát azért hangsúlyozom, hogy ez jellemzően ugye termékbemutatós értékesítésekre vonatkozik, illetve az internetes vásárlásainkra.
De pontosan meg kell nézni a szerződést, mert több esetben tapasztaltuk azt, hogy a vásárló azt gondolja, hogy ő üzleten kívüli értékesítés keretében vásárol valamit, de aztán kiderült, hogy az ténylegesen bejelentett telephely vagy üzlethelyiség volt. Érdemes tehát körültekintőnek lenni, csak hosszas megfontolás után dönteni arról, szükséges-e számunkra a felkínált termék vagy szolgáltatás. Megnyílt a Moson megyei tárlat idei kiállítása. A 2 évvel ezelőtt elindult kezdeményezés célja, hogy lehetőséget teremtsen a térség alkotóinak a közös bemutatkozásra, valamint egyben egyfajta megmérettetésre is. A tárlatra nem csak Moson-Magyaróvári, hanem a járás településein élő vagy innen elszármazott alkotók is jelentkezhettek, függetlenül a művészeti végzettségtől vagy az iskolázottságtól. Minden korosztályt megmozgatott az idei Moson megyei tárlat. A pályájának elején lévő fiatal művésztől a nyugdíjas rajztanárig sokan jelentkeztek, hogy megmutassák alkotásaikat. A tárlat a fogyatékkal élők alkotásait is befogadta. A kiállításnak pontosan az a célja, hogy ez a fajta különbségtétel eltűnjön. A kiírásban is csupán a Moson megyéhez való kötődés szerepelt. Tehát nem volt feltétel sem iskolázottság, sem művészi végzettség, sem az, hogy úgymond profi művész legyen az illető. Bárki beadhatta a műveit, egyedül a művek színvonala az, amely számított. Ezért is hívtunk külsős zsűrit, olyat, akik igazából nem nagyon ismerik az itteni alkotókat, hogy csak is kizárólag a művek színvonala alapján tudjanak dönteni. A Moson megyei tárlat a szervezők szerint szimbolikus jelentőségű. Moson-Magyaróvár és múzeuma fontos szerepét jelzi a térség művészeti életében. A kiállítás alig egy hónapja átadott kiállítótérben került megrendezésre, amely korábban udvarként funkcionált, és ebben az új multifunkcionális térben ez az első kiállítás, amely azonban nem csupán Moson-Magyaróvár művészeit mutatja be, hanem a térség, a járás, a kistérség alkotóit is, és ez szimbolikusan jelzi, hogy a múzeum egyszerre kíván Moson-Magyaróvár és a tágabb környezetének a múzeuma lenni és szolgálni a kulturális életét. A pályázatra 24 képző és iparművész 45 művel jelentkezett, amelyekből a meghívott szakmai zsűri 32 alkotást választott ki a kiállításra. Ugyancsak a zsűri tett javaslatot a díjazottak személyére. Moson-Magyaróvár város díját Matusz Péter Pál kapta, aki elektrografikákkal pályázott. Kevésbé ismert műfaj ez Magyarországon, bár azt hiszem, hogy a most fiatalok számára azt hiszem, hogy ez nem egy idegen dolog, mert ők rengeteget dolgoznak, ugye a Photoshoptól kezdve a különböző ilyen grafikai számítógépes technikákkal. Én azt hiszem, hogy az is volt a célom, hogy pont ezt a két képet is válasszam, hogy ennek a feltörekvő új technikának is polgárjogot biztosítsunk. Tehát a hagyományosnak vélt grafika, ceruzarajzok ugye, és festészet világában azt hiszem az embernek egy kicsit haladni kell a korral. A kiállított művek sora mind a témát, mind a választott technikát tekintve nagyon változatos. Érzékeny ceruzarajzokkal, akvarellekkel, karakteres olajfestményekkel találkozunk elsősorban, de ezek mellett jelen van a szobrászat is. A kiállítás augusztus 17-ig látogatható a Moson Vármegyei Múzeumban. Szombaton ismét hazai pályán játszott felkészülési mérkőzést a Moson-Magyaróvári kézilabdaklub. Bizonyos szempontból házi rangadót tartottak, hiszen a győri Audietto KC volt az ellenfél. A bevétel pedig a gyermekek átmeneti otthona, valamint a naposház ellátottjainak nyaralását segítette. Nem érkezett üres kézzel a két együttes a Moson-Szolnoki csarnokba. A Moson-Magyaróvári kézilabdaklub bevételével azonos összeget ajánlott fel a győri Audietto KC. Így 200-200 ezer forintot fordíthat nyaraltatásra a gyermekek átmeneti otthona, valamint a naposház. Nagyon boldogok vagyunk, nagyon örülünk ennek a hatalmas nagy adománynak. A naposház ellátottjaival Balatonra fogunk menni nyaralni, és nagy valószínűséggel az úti költségünket fogja fedezni ez az összeg.
Nagyon-nagyon köszönjük szépen, itt hivatalosan is szeretném megköszönni. A gyerekeknek szeretnénk kirándulást és nyári szabadidős programokat szervezni ebből. Ez nagy segítség számunkra. Köszönjük szépen. Szemerei Zsófi bravúrosan kezdett a kapuban, ám a tapasztalt győri játékosok nem minden fortéját tudta semlegesíteni csapatunk. A gyors indítások ellen egyelőre nem volt ellenszere az MKC-nak. Az első félidő végén 8-21-re vezetett a Győr. A második félidő elején meglendült az MKC, de az erő nem tartott sokáig. Az 52. percben már 20 góllal vezetett a zsinórban 10-szeres magyar kupa győztes csapat. A formálódó együttesünknek el kellett volna egy kicsivel nagyobb biztatás a lelátóról. A győri Audietto ellen nem egyszerű ugyanis a helytállás. 14-38 lett a végeredmény. A középmezőnyre jó eséllyel indulhat csapatunk. Számomra jelzés értékű ez az 500 ember, aki ide ma jegyet váltott, és felállva tapsolta végig az utolsó két percet, annak ellenére, hogy ez egy jótékonysági mérkőzés volt, és hát az eredményen is látszik, hogy az óvári csapat az gyakorlatilag azért még nem a BL döntőért fog küzdeni. Nyilván majd egy éles meccsen, amikor a bajnokságban egy hozzá erőben közelebb álló csapattal fog élesben küzdeni, az egy érdekes erőfelmérő lehet. Én azt gondolom, ez viszont a közönségnek szólt, amellett, hogy jótékonykodásról is beszéltünk. Két gyermek jóléti intézményünk 200 000 forintos adományt kapott. Ez is jelzi azt, hogy bekíván épülni ez a csapat a mosonmagyaróvári életbe. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes út. Nekünk csak egy dolgunk van, hogy megteremteni a legjobb feltételeket. Ruth Kálmán vezetőedző számított a jelentős gólkülönbségre. A szakember szerint bosszantó hibákkal játszott a csapat. Kicsit mérges vagyok, nem az eredmény miatt, mert az Atiszában voltam, hogy az Eto klasszis csapat, tehát nem lehet mérni a két csapatot egymáshoz, semmilyen tekintetben. De azért egy bátrabb játékot vártam volna a lányoktól, bátrabb védekezés, bátrabb támadójátékot, hát jellemző, hogy egy 5-7 méteres hagytunk ki, tehát ezt az 5 gólt hozzáadjuk, egész tisztességes eredmény születhetett volna belőle. Sajnos ez a 10 új játékos még egyelőre nem tud beilleszkedni a csapatba, ráadásul sok olyan van, aki életében nem játszott még NB1-es mérkőzést, tehát látszott rajtuk, hogy komolyan megilletődtek. Egyrészt a fantasztikus közönségtől, másrészt pedig hát a világsztárokból álló Eto csapatától. Ha nem lesznek ezek az emberek, bátrabbak ezek a játékosok, akkor bizony azokat a csapatoknál sem tudunk eredményesen szerepelni, amelyik velünk azonos szinten vannak. A fiatal együttesnek még idő kell, hogy összeszokjanak, a közönség buzdítására is számítanak. Annak ellenére, hogy kikaptunk, nagyon jó mérkőzés volt, mert a szurkolók szeretete azért a pályára is eljutott, és ennek nagyon örülünk, úgyhogy így egy kicsit jobb hangulatú meccset tudtunk játszani, meg hát a nagy gólkülönbség ellenére azért mindig jó egy ilyen csapat ellen játszani. 500 szurkoló biztatta a csapatokat Mosonszolnokon, a jó megoldásokat is blokkolta az ellenfél, de Herrorsójának is volt dolga. Az elején vagyunk a felkészülésnek, azért még az elején még nem lehet hosszú menő következtetéseket levonni. Biztos, hogy nagyon jó munkát fognak végezni Roth Kálmán kezei alatt, és nem tudom, akármi lehet. Igazából most ez az egész év, most így előre én sem látom, hogy fognak a csapatok elérni, mert nagyon sok változás van mindenkinél. Majd meglátjuk a vége felem, hogy alakul, tehát a felkészülés vége fele. A harmadik BL címet tűzte ki célul a győri csapat, viszont szurkolnak ők is a mosonmagyaróváriaknak, hiszen bizonyos szinten közös csapatot alkotnak az együttesek. A helyzet a következő, ez egy új csapat, tavaly alakult. Számukra ez egy új szezon itt, de úgy gondolom, hogy nagyon szerencsések és boldogok, hogy itt lehetnek az itteni rajongók miatt is. Azt gondolom, a rajongók is boldogok, hogy itt van ez a fiatal csapat, és küzd minden meccsen. Szerintem jó az ilyen kézilabda bajnoki sorozat fiatal csapatokkal, mint amilyen Kálmán csapata is. Kedves nézőink! Ez volt a járási panoráma, benne a Felső-sziget köz és a mosoni sík hírei. Térségi hír összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!